Napról napra nő a háborús erőszak elől menekülő ukrajnaiak száma. Az ENSZ legfrissebb adatai szerint már csaknem 2 millió 700 ezer ember lépte át a határt. Közben az ukrán kormány arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna humanitárius válsággal küzd, ezért sürgősen élelmiszer és gyógyszer segélyre van szüksége. Ukrajna egyetlen női rabbia a lányával menekült el a háború elől, amely Moldovától Románián át Izraelig szórta szét az odesszai gyülekezetet. Júlia Grisz, aki orosz származású zsidó, azt mondja, otthon érezte magát Ukrajnában, soha nem érte megkülönböztetés. Most Varsóból tartja a lelket az otthon maradt, illetve a külföldre szakadt híveiben. Minden nap imaórát vezetek az ukrán közösségünk minden tagjáért, azokért, akik úgy döntöttek, hogy Ukrajnában, Kijevben és Odesszában maradnak, és azokért, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják az országot. Az ima egyesít minket, nyilatkozta a rabbi. A harcok kezdete óta már több mint 2,5 millió ember, főként nők és gyermekek menekültek el Ukrajnából. Többségük a lengyel határon át hagyta el az országot. Varsóban számos menekültszállót is felállítottak, hogy segítsenek elhelyezni a bajba jutott embereket. Julia Kalachemkov egyike azoknak, akik egy ilyen menedékhelyen szálltak meg, miután napokig menekültek. Kislánya epilepsziás, 11 éves fia pedig autista és lábdeformációval született. Mit is mondhatnék? Nehéz volt fogni a gyermekeim kezét, hogy ne essenek el, és ugyanakkor cipelni a csomagokat, mondta a két gyermekes ukrán édesanya. Nem mindenki marad Lengyelországban, sokan tovább utaznak Európa más országaiba, a legtöbben nyugatra költöznek. A varsói pályaudvarról buszok szállítják őket Portugáliába, Spanyolországba és az Egyesült Királyságba. Ukrajna másik szomszédja Moldova közel 300 ezer embert fogadott be a háború kezdete óta, akik közül több mint 100 ezeren még mindig az országban tartózkodnak. A német kormány most első lépésként 2500 ukrán menekültet szállít közvetlenül Németországba. Ebben állapodott meg a két ország külügyminisztere szombaton, Kisinyovban. Ezúton kérem a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az Ukrajnával határos országokat, különösen Moldovát, amely az egyik legkisebb ország, és amely az elmúlt napokban elképesztő mennyiségű embert fogadott be, jelentette ki a német külügyminiszter. Ezek a családok egészen Guatemaláig utaztak. Ők az első ukrán menekültek, akik a közép-amerikai országban kapnak menedéket. Nem tudom, mi vár ránk a jövőben, de remélem, hogy a háború hamarosan véget ér. Nehéz kifejezni a szívemben lévő fájdalmat apám és anyám miatt, akik Ukrajnában maradtak. Nem tudnak elmenni, mert 40 kilométerre vannak Oroszországtól. Minden nap fegyvereket és sok orosz katonát látnak, nyilatkozta egy ukrán férfi. Az ukrán kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a menekültek minél hamarabb hazatérhessenek, jelentette ki a lengyelországi Przemyszl vasútállomásán az ukrán gazdasági miniszter, aki arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna humanitárius válsággal néz szembe, és sürgősen élelmiszer és gyógyszerszállítmányokra van szüksége. A tárcavezető ugyanakkor keményebb szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben. Úgy gondolom, hogy az eddigi szankciók nem elégségesek. Minden nap meghalnak az emberek, meghalnak gyerekek, humanitárius válság van több városban. Vízhiány van, nincs élelem, nem tudunk heteket vagy hónapokat várni, ezért most van szükségünk a segítségre, nyilatkozta az ukrán gazdasági miniszter. Európa a II. Világháború óta leggyorsabban növekvő menekültválságával néz szembe. Az ENSZ becslése szerint a menekülők száma belátható időn belül több mint 4 millióra emelkedhet.